Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Megjött hozzánk Vali. Hello, Vali, jó reggel! Jó reggel, ciao! Ciao! Hello! Jó, ne várjunk tovább, add át az ajándékot, amit nemzetközi férfi napra hoztál nekünk. Csupa jó tanácsok, gondolom, ugye? Csupa, egy kis ránctalanítás. Egy kis ránctalanítás. Hát az mindig jó, a ránctalanítás. De látod, ez is inkább a nőkről szól. Igen. Férfi napon, nemzetközi férfi napon, megint a nőknek kedveskedünk. Ha? Mert a nők használnak inkább ránctalanító krémet, bár talán a pasik is, nem? Hát attól függ, hát kinek milyen ráncos. Ugye? Gyerekek, én 3 éve. Én ezt mindig elmondom, hogy 3 éve használom, de erre még mindig olyan, mint a mazsolat. Úgyhogy én ezzel egyelőre nem jutok. Nem jutok dűlőre. Na, mi a baj a ránctalanító krémekkel? Van-e egyáltalán baj? Ma is nagyon szigorúak leszünk? Vagy ma engedékenyebbek, és nem tudom, inkább... Nem, ne temessük el a ránctalanító krémeket. Inkább már elgondolkoztató szeretnék lenni. Én nem temetném el a ránctalanító krémeket, csak bele kéne gondolnunk, hogy kívülről valóban lehet-e a bőrt ránctalanítani. Hoppá! Mert aki egy kicsit ismeri a bőrnek az anatómiáját, annak tudnia kell, hogy tulajdonképpen az öregedést késleltetni lehet különböző krémekkel, de a már kialakult ráncokat valójában megszüntetni nem lehet, de lehet optikailag csalni, hogy úgy tűnjön, mintha, de azzal viszont becsapjuk magunkat. Én egyszer kipróbáltam egy ilyen ránctalanító krémet, most nem rendesen bekentem, és ez egész olyan érzés volt, mintha így megfeszítették volna a szemedet egy ilyen ragasztóval. Pontosan. Valóban optikailag tényleg eltűnnek egy kicsit a ráncok, de olyan, mintha egy ilyen ragasztót kennél a szemed alá, ami kisimítja a bőrt, feltölti ezeket a kis ráncokat, de este ugyanúgy lemosod, tehát napközben kevésbé tűnsz ráncosnak, de amikor pislogsz, akkor kicsit olyan... Ilyen hangot ad a szemed a pislogásnál, nem túl jó érzés. Egyébként ilyenkor van az, hogy amikor ilyen mű módon meg van feszítve a bőr, akkor gyakorlatilag amikor lemosod, akkor még jobban összeesik, tehát még ráncosabbnak tűnik olyankor. És hogyha ezt valaki húzamosabb ideig napi, havi, heti, éves szinten alkalmazza, akkor pont ezzel fogja elérni azt, hogy össze fog esni teljesen a bőre, hiszen a bőrizmok nem mozognak ettől a külső botox hatástól. Aha. Tehát, hogy egy olyan anyagot kenünk rá, ami a krémbe benne van, és csak ezt a bőr külső rétegére tapad rá, és csinálja ezt a feszítő hatást, amitől lélegezni se tud a bőr, az anyagcseréje is leáll a bőrnek, és ilyen mumia halottszerű lesz. És azt lehet, hogy valaki esetlenként mondjuk megy valahova, és két hetente egyszer egy picit feldob, hogy az napra csaljon? Vagy, lehetséges, csak akkor sem ezeket a krémeket ajánlom, ami ennyire ezt a feszítő hatást éri el, hanem már vannak olyan magas hialuronsav tartalmú, úgymond randi krémek, amiknél randi krémnek hívják, mert vagy ilyen esemény előtti, ilyen randi krémek, amik gyakorlatilag a nagyon magas hialuronsav tartalom, ugye a hialuronsav az a bőrnek a felhámjába beköltözik, és ott gyakorlatilag ilyen megdagad, és attól nincs ez a maszk érzés, viszont valóban egy 24 órát nagyon szépen ki tudja feszíteni a bőrt. Tehát, hogyha már választunk, akkor választunk olyat, amiben természetes anyagok vannak, nem pedig ezek a szilikonok, mert ezek szilikonokkal érik el ezt a hatást. Szilikon van a krémben? Igen, tényleg? Szilikon. Ez nem hangzik túl jól? Nem. Valószínűleg a bőr se szereti annyira, nem? Nem szereti, mert ez ugyanaz, mint amikor a műanyagoknál, vagy akár a gépkocsinál használjuk a szilikont, tehát ez egy kenő hatású, szép fényes felületet ad, és ez kívülre tapad, tehát a szilikon az nem szívódik fel, hanem kívülre tapad a bőrre, és akkor lesz egy ilyen borzasztó lég átnemeresztő réteg rajtunk, amiről te is beszéltél, hogy olyan, mintha maszk lett volna. És ez benne van erre, ezen a fölkenésen, amit mondta, hogy kifeszíti, hogy ilyenkor viszont az izom, ami benne van, az elkezd pihenni. És amikor lemosod, akkor már nem lesz izom, igen, és olyan, igen, még ráncosabb vagy. Petyhütté válik az arcizom, és nem véletlen, hogy vannak már szabadalmaztatott arctornák, amikkel sokkal nagyobb eredményeket érnek el, mint bármilyen ránctalanító krémmel, hiszen ahogy dolgoznak az arcizom,
izmok, ugye az izom az mindig, ha dolgozik, akkor növekedéssel jár. Tehát nem csak optikai, hanem fizikai növekedéssel is jár. És gondoljunk bele, hogy minél teltebbek az arcizmaink, annál jobban feszül fölötte a bőr, annál jobb lesz az anyagcseré a bőrnek, annál jobb lesz a tápanyagfelvétel, az oxigénfelvétel, a vízfelvétel, amik mind belülről, tehát az evés által dolgozódnak fel és jutnak be a bőrbe, és ezáltal nagyon szépen lehet ráncosodni. Egyébként az arctornának egy magyar nagyasszonya van, aki feltalálta, ami most már világszerte működik, őt egyébként Bojtor Mártának hívják, ez nem a reklámhelye volt, és meg lehet az ő bőrét nézni, tehát ő bőven 60 pluszos, és én örülnék, hogyha olyan ránctalan bőröm lenne. Hát azért az adottság mindenki is, nem? Azért egy kicsit. Valóban van benne genetika, de sokkal kevesebb, tehát kb. 20% genetika van ebben, és 80% életforma. Láttál már arctornázónőt? Hát nem biztos, hogy ezt mindenki előtt kell csinálni. Tehát, de én láttam. Munkás. De néha a speciális arctornánál azért nem látod, mert ott takarva van az arc. Takarják? Igen, takarják. Visszafogják az arcot, és gyakorlatilag a nyomás hatására ellennyomást fejtenek ki az izmokkal, és egy olyan izmokat is meg lehet mozgatni, amit a hivatalos mimikai izmokon kívül vannak. Tehát ezek a bőrfeszesítő izmok, amit mimikával nem tudsz megmozgatni. Aha. Nyomod ide-vissza arcodat, jó. Ez mennyi napi 5 perc, 10 perc? Hosszabb? Tanfolyamon el lehet sajátítani, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 5-10 perc otthon. Aztán ami még nagyon izgalmas, hogy mindig vannak időszakok, amikor újra előszedik ezt a kollagént, és akkor ilyen reneszánszát éli. Vannak ilyen fellendülések, aztán elfelejtjük, aztán megint. Csak azt nem tudják sokan, hogy tulajdonképpen a krémekben lévő kollagénnek a nagy része az vágóhidi hulladékból származik. Kvázi az történik, hogy amikor a húsfeldolgozó ipar, ugye a marha húsnak a feldolgozza a húsát meg, ami neki kell, akkor a bőrnek a nagy része az átkerül a cipőiparnak. A cipőipar, vagy a bőripar nevezzük így, a bőripar, amikor cserzi ezt a bőrt, gyakorlatilag pont a bőrnek a kollagén tartalmát vonja ki belőle, és ezt a kollagént, amit vágóhidi hulladéknak nevezünk, vásárolja fel a kozmetikai ipar. Tehát a kollagénes kozmetikumoknak a nagy része ilyen vágóhidi hulladékból készül. Az viszont nagyon érdekes, hogy otthon is lehet kísérletezni ezzel, hogy ez a fajta marha bőrkollagén, ez viszont nem szívódik fel a bőrbe. Uh-huh. Gondoljatok bele, Feri csekkol már csinál otthon. Hát nem élő marha van nálunk, a negyediken is hoz. Feri, várjál, lehet, hogy van, pont ezt akarom elmondani, csinál az asszony egy isteni jó kocsonyát. Hát nem az asszony, én csinálom te a kocsonyát. Te csinálsz egy isteni jó kocsonyát. Jó. Az asszony besemelt a konyhában, csak asszony csinálni közepes kocsonyát. Se. A kocsonya az a kollagén. A kollagén, igen. Igen, na most azt a kocsonyát majd próbáld meg felkenni a bőrödre. Nem, én ezt megeszem, nem vagyok hülye. Nem kellem sehova. Nézd meg, hogy van ráncom, nincs, mert én belülről jön a kollagén. És tudod, hogy pontosan megmondtad az igazságot. Nagyon jól csinálod, hogy tulajdonképpen a kollagén szintézisbe csak belülről tudunk beleszólni. Tehát attól, hogy kívülről rákenünk kollagént, ad egy olyan a molekula szerkezete, hogy nem szívódik fel oda, ahol valóban működnie kéne. Hát ez a zselatin, ami mondjuk ez van a zselatin. A gumicukorban is. Tehát igen. Nem gondolnád egyébként, hogy amikor például a gumicukor állati csontokból állítják elő. Akkor az, igen, akkor az a disznónak, a szarvasmarhának, a lónak a csontjából, a bőréből, a kötőszövetéből kivont kollagénből állítják elő a gumicukrot. Igen. Úgyhogy a gyereknek kicsit rágjál egy kis gumicukrot. Persze, mi bajod lehet? Ha voltál egyszer vágóidon, és látod, hogy készül a zselatin, mit tudom, egy gyárban, hát ott ilyen egymással, ha vetetti a hatalmas nagy gerincek, meg nem tudom, mit ilyen targoncával pakolnak. Hát csontból megfőzik, igen. És másodlagos feldolgozás, ugye ezeknek az élelmiszeripari ilyen maradványoknak, meg melléktermékeknek. Hál' Istennek azért már vannak növényi alapúak is, tehát hogy lehet már a klasszikus zselatint pótolni mással is. Agar-agar például. Agar-agar például, igen. Igen, kukorica keményítő, stb. Vörös algából is csinálják. Igen, azok nagyon jók. Utifi makhely például. Bra.
Vagy lemmag. Tehát nagyon érdekes, hogy ha párhuzamot vonunk a kollagén és a lemmag között, akkor lemmag zselét azt otthon házilag lehet készíteni, és a lemmagban lévő ezek a fajta gélképző anyagok és proteinek, ezek viszont gyönyörűen be tudnak jutni a bőrbe, ha csinálunk otthon egy ilyen lemmag pakolást. Igen, de nem annyira szórakoztató, mint hogyha feli az arcára bankotányát. Van úgy, hogy beleborul. Van úgy, hogy belealszunk, így beleborul. Is van, de azért arra vigyázzunk. Felemeli az arcát, és egy kis levezzöltség, meg köröm. Egy kis farok, egy kis bőrke. Legyen már hideg, hogy megdermedjen a teraszon, alig várom. Így van, és az arcpirt pedig a kis paprika adja, amit a tetejére szortak. Az kozmetikusként biztos tanultátok, vagy tanulmányoztátok, vagy olvastatok ide vonatkozó tanulmányokat, hogy van összefüggés valójában a vízfogyasztás és a bőrünk állaga között, vagy ez is egy ilyen tévhit, hogy igyál meg 3 liter vizet, és ha a nőként ezt te megteszed, semmi baja nem lesz a bőrödnek. Vagy tényleg hatással van mondjuk a ráncaimra, a bőrömre, a sárasságra az, hogy most 1 litert iszom, 1/2 litert, vagy 3 litert. Lehet összefüggés? Visszakérdezek, van összefüggés a között, hogy öntözöd a virágot, összelottyad, ha nem öntözöd, összelottyad, ha öntözöd, akkor megress a levele? Igen, persze, hát van, csak nyilván. Ugyanígy. Igen? Tehát óriási összefüggés van, ugyanis minden egyes bőrsejtünk úgy néz ki, szemléletesen talán úgy tudom elmondani, mintha egy szem lenne, és ahol a szempilláink vannak, minden, tételezzük fel, hogy minden sejt szempilla tövében van egy kis gömböcske, amit úgy hívnak, hogy nedvesség megkötő faktor. Ezt NMF faktornak is hívják. És gyakorlatilag ezeket a faktorokat csak belső ivással lehet táplálni. És ha nem tápláljuk őket, akkor ezek a nedvesség megkötő faktorok leszakadnak a sejtről, és ott tulajdonképpen szabad kibejárást engednek, és nem tudják azokon a részeken pótolni a sejteknek a belső víztartalmát. És ezért nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyunk, illetve nagyon el kéne kerülni azokat az ételeket és italokat, amik drasztikus folyadék megvonók, mint például a fekete kávé. Ó, majd fogom a bal kezemben éppen. A bal keze éppen. Egy sejtgyilkos, csak így hívlak. Jóféle kávét fogok éppen a bal kezemben. Dehidratálod ilyenkor magad. Egy adag fekete kávénak a 3-szoros mennyiségét meg kell inni vízbe, hogy egálba legyél. De vízhajtó? Igen. Tehát te kihajtja a vízön? Igen. Most vízzel von a hatású. De ez nem olyan bonyolult azért, a szénsavas dolgok is vízzel von a hatásúak. Az egészséges emberi szervezet folyadékigénye testsúly kilogrammunként 70 milliliter. Ami azt jelenti, hogy én vagyok 60 kiló, az 6x7 az 42, az 4,2 liter. Ebből ugye le kell vonni valamennyit, ami a száraz táplálékkal is bemegy. De Ferinek meg kéne inni a kaszpitengert naponta. Hogy? Nem fér el, nem arra van kitalálva ez a gyönyörű holtenger, test, hogy vizet tárolja. Igen, apukám szegény, és mindig azt mondta, hogy inkább legyen a fogam, az orrom borvirágos, mint a fogam vízköves, ez így van. De egyébként jó, persze az extrém testsúlyúaknál más a számítási arány. Igen, extrém. Tehát neked az, most neked az miért ideális, nézel rám? Hát Feri, neked az ideális testsúlyokhoz kell ezt kiszámolni. Nézel rám, aki olyan vagyok, mint egy pingpong, rám fújsz, és így elszállok hát a szélbe. Na. De most szerintem ne téged froszlizzunk, hanem térjük kit. Vissza, hogy mit csinál a víz a szervezetben. Nincs más ötletem. Vali az, hogy nincs más ötletem, hogy kit. Szóval sok folyadék. Sok folyadék. Ez nagyon igaz, hogy sok folyadék, és ezt lehet érzékelni, ha mondjuk elmegy az ember egy olyan trópusi országba, ahol egyébként is sokkal magasabb a páratartalma levegőnek. Sokkal jobb lesz. És a meleg miatt sokkal több folyadékot kíván, meglepő módon észre fogja venni, hogy az a bőre is sokkal teltebb, szebb és ránztalan. Hát azt gondolom, a páratartalom miatt is van. Páratartalom és a folyadékfogyasztás. Három hét tájföld azért feltölti az embert. Igen, igen. Hát te szádból. Ugye? Alig várom, hogy Még szeretnék nektek egy ilyen veszélyes üzemmódot azért elmondani a ránztalanító krémekkel kapcsolatban. Ez a glicerin. A glicerint mi úgy hívjuk hatóanyagelemzők, hogy kettős megítélésű anyag, ugyanis az, hogy jó vagy rossz dolgot csinálni a bőrrel, az attól függ, hogy mennyi és milyen koncentrációjú van benne egy termékben. Na most, ha a glicerint egy kicsit eltúlozzák, akkor a következőt csinálja a bőrrel. A bőrnek a felszínén az ozmozis hatás kapcsán kifejt egy olyat, hogy a bőr mélyebb rétegeitől magához vonza a folyadékot, és a bőr felső rétege valóban borzasztóan telt lesz, de az alsó kötőszövet pedig összelöttyed.
És egy idő után ilyen nyúlos, kocsonyás, ilyen buldogszerűen megesett arca lesz ezeknek a hölgyeknek, akik nagyon dús glicerines krémeket használnak. Viszont minimális mennyiségben nagyon szépen képes hidratálni a bőrt és megkötni a vizet. Aztán itt van még egy érdekes dolog, ez a hatóanyag elemző, ugye több mint 10 éve vagyok kozmetikai hatóanyag elemző, és egyszer találkoztam kozmetikai készítményben, és pont magyar kozmetikai készítményben. Egy olyan anyaggal, aminek az a neve, vagy gloxál, vagy más néven gloxálsav, hát ez konkrétan hullakonzerváló. Azért került bele a krémekbe, mert azt vették észre, hogy amikor előkészítik a ravatarra halottat, akkor ugye azt lekonzerválják, meg kisminkelik, azt ugye mindenki tudja, és észrevették, hogy tulajdonképpen a gloxálnak a hatására, a hullakonzerváló hatására a nagyon mély ráncok is hirtelen eltűntek, és úgy gondolták, hogy akkor ezt bele kéne rakni. Az arckrémekben is csak azt az egyet felejtették el, hogy egy halott embernek a bőre nem ugyanúgy reagál, mint egy élő ember bőre, és pont az ellenkező hatást lehet vele. Ez nagyon metál, ez nekem bejön. Ugye? És ez még lehet forgalomban kapni, hogy ezeket kivonták a forgalomból? Már nem, Istennek már kivonták a forgalomból, de 2-3 évvel ezelőtt még simán. De 10 évvel egyszer találkoztál vele. De az az érdekes, hogy ha ezt az anyagot betiltották mondjuk 2 évvel ezelőtt, és akkor 2 évvel ezelőtt, a betiltás előtt még belekerült egy készítménybe, akkor ilyenkor a készítményt nem hívják vissza, mert hogy nem halálos, és ha annak van egy 4 év szavatosság ideje, akkor még simán ott van a polcokon ez a készítmény. Se tudja, hogy azért akarnék egy hullakonzerválót az arcomnak kenni. Még nyilván az esetek nagy többségében azt se tudod, mit kensz az arcodra, hát meg mi van a tusfürdőben, mi van a sampomban, de nem tudod. Hát basszus, nem tudod. Nem? Egy nőnek azt mondod, hogy ettől szép lesz az arca. Bármit az ördögelítszínben. Csak gyorsan egy-két ilyen terápiás jellegű kezelés, mert szerintem ez is érdekli a nőket, hogy az ilyen mezoterápia, görgős kis tűszúrás, meg mit tudom én, ezek érnek valamit? Nagyon sokan csinálják, ugye? Most nem a botoxot, meg a felvarást kérdezem, hanem... Az egy külön téma. Ezek a ezek a tűszúrásos kis kezelések, mezoterápiák, ezek jók. Olyan szempontból jók, hogy minden, ami a bőrnek az anyagcseréjét élénkíti, a sejtanyagcserét, az mind jó hatással lehet. Na most az, hogy pofozgatom magamat, mint a régiek, ugye a bál előtt megpofozgatták magukat, hogy jól legyen. Megszórom az új begyemet, szép, és bekenem az arcomat. Szép legyen a bőre, vagy vannak ezek a, amit mondtál, ezek a görgös cuccok, amik ilyen kis apró tükkel csinálják ugyanezt. Én úgy gondolom, hogy ennek van létjogosultsága, de én mégis idegenkedem, amikor géppel próbálunk pótolni egy olyan biokémiai folyamatot, amit normálisan a bőrünknek úgy kéne produkálni, hogy én megfelelően étkezem, megfelelően mozgok, megfelelő mennyiséget vagyok szabad levegőn, megfelelően a mimikám, etc. Tehát normális esetben ennek működni kéne. Tehát ahhoz nekem gép kell, hogy ezt... Hát nyilván, ha az ember ezt nem teszi meg, akkor igénybe vesz egy kis gépi segítséget. Nem ítélem el ezeket a módszereket, egyáltalán nem ítélem el, csak azt tudom, hogy lényegesen odafigyelőbb életmóddal, lényegesen olcsóbban, hatékonyabb hatást el tudunk érni. Na jó, ma nem voltál olyan szigorú, ez tetszett azért. Megengedő se, de ma nem egy kicsit megengedő voltál. Ma nem húztad ki egy ufát. Jó, de azért még egy mondatot engedjetek meg, hogy azért a ráztalanító krémekre is vonatkozik, hogy a legtöbbnek azért az alapja az egy kőolaj hulladék, ami általában valamilyen minerál, oil, vagy parafin származék, vagy vazelin származék, ami meg megfullasztja a bőrt, és még inkább összegyűri a ráncokat. Tehát az, hogy én most megengedőbb vagyok a krémekkel kapcsolatban, a ráztalanító krémekkel kapcsolatban, az azt jelenti, hogy a méreganyagmentes ráztalanítókkal vagyok megengedőbb. Egyébként nem használok most ráztalanítót éppen. No! Wow. Nem is látszik, hogy nem de használ. Tudjátok miért? Azért, mert vannak olyan zseniális természetes anyagok, amik önmagukban ráztalanítók, mint például az argánolaj, a gránátalmamag olaj, a tigrisfű olaj. Tehát ezekből a nagy méregdrága ráztalanító krémekben is egy-egy csepp van benne, és ezeket tömény változatban fele annyiért megvesszük, mint a 10-20-30 ezer forintba kerülő ráztalanító krémeket. Mondjuk egy gránátalmamag olajat már ilyen 6-7 ezer forintért meg lehet venni, amiből cseppek kellenek. Tehát van remény. Van remény. Vali, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. 2 hét múlva folytatjuk, puszi, köszönjük szépen. 8:30 múlt pontosan.
7 perccel. Miért mondtam, hogy van remény? Mi ez, hogy van remény? Ez mi volt? A ráncaid miatt aggódsz szerintem. Ez mi? Köszönjük, Vali, tehát van remény. Jézus úristen, én miért mondok néha ilyeneket, amikor nem is tudom, hogy itt mondok, csak beszélek. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.